Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. Tolna megye települései megmutatták értékeiket. Még mindig népszerű könyvtárba járni. Számítógépes grafikák és egyéb kézműves munkák is érkeztek az alkotói kiállításra. Jubileumi évfordulóját ünnepelte a Gajarda kórus. Tolna megye településeinek képviselői ismét összegyűltek. Ezúttal Váralján mutatták meg, mit tartanak saját településükön értéknek, hogyan őrzik az ősök hagyományát, mivel várják az odalátogatókat. Volt itt népviselet, finom ételek, helyi termékek, még egy igazi cukrászda is. Az értékek összegyűjtése és ápolása közösségi feladat, és az összefogás előre lendíti egy adott település fejlődését is, hangzott el a Vára megye programon. Nagy örömömre szolgál, hogy az idei évben sikerült Váraljára elhozni ezt a nagyszerű rendezvényt. Elég ritkán nyílik alkalom arra, hogy Tolna megyéből ennyi település egymás társaságába tölthessen el egy vidám, és mondhatom értékes napot, ahol bepillantást nyerhetünk egymás életének és ételének egy kis szeletébe, akár szó szerint is kóstolót kaphatunk a szomszédainktól. Szíbet Éva, a rendező Váralja település polgármestere köszöntötte ezekkel a szavakkal a megyei értéknapon résztvevőket. És valóban ez a néhány óra arról szól, találkozzunk, beszélgessünk, mutassunk egymásnak jó gyakorlatokat, melyekkel a szomszédok is élni tudnak alkalomattán. És egy kicsit persze mindenki dicsekszik azzal, mi mindent sikerült összegyűjteni azokból a tárgyi és kulturális értékekből, melyek egy település lakóinak fontosak, s múltjuk egy darabját jeleníti meg. A Tolna megyei közgyűlés évek óta megrendezi ezt a találkozót, ahol a települések megmutathatják, mit tartanak értéknek saját lakóterületükön. A találkozó megnyitójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője elismerését fejezte ki az iránt a munka iránt, melyet a szervező Tolna megyei önkormányzat, valamint a települések végeznek értékeik megőrzésében. Úgy gondolom, hogy minden segíti az identitást, hogyha a közösségekben gondolkozunk, ezeket a közösségeket megszervezünk, megerősítjük, és utána pedig azokat a dolgokat, amelyek ránk jellemzőek és büszkék vagyunk erre, ezt pedig próbáljuk erősíteni. Az értéktárak a különböző településeken, megyékben és országosan is ezt a célt szolgálják. Egy jó kezdeményezésnek tartom most már hagyománynak a Vára megye programot, ahol a települések egymásnak is, meg saját maguknak is egy szép program keretében be tudnak mutatkozni. Tolna megyében eddig közel 400 értéket jegyeztek be, és további közel 300 vár arra, hogy a megyei értékcímet megkaphassa. Fehérvári Tamás, a szervező megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt évek folyamatos fejlődést hoztak az értéktár mozgalomban, és ez most kicsúcsosodott az idei rendezvényben, hiszen közel 700 résztvevője volt a találkozónak, és 43 település mutatkozott be a Váraljai parkerdőben. Itt már körülbelül 700 ember lesz a mai nap folyamán, azok nélkül, akik majd ide csapódnak, tehát akik, hogy is mondjam, regisztrálták magukat erre a rendezvényre. Amikor elindultunk az előző ciklus elején, akkor én nem gondoltam azt, hogy ez az ötlet, amit akkor a munkatársaim hoztak, hogy csináljunk egy ilyen értékőrző kis feladatot, még neve se volt semmi, és akkor kérdeztem, hogy micsodát. Hát itt annyi minden van, népszokások, tárgyak, egyéb, stb. A két lábon állás tipikus esete, hát én ebben akkor egy kicsit nem hittem. Azt gondoltam, hogy hát ez itt nem fog sikerülni. És ugye elindult ez a folyamat, és most is föláll a kezemben a szőr. Minden egyes alkalommal egyre több ember jött. Egyre több ember hozott értékeket, egyre több ember érdeklődött a tevékenységünk iránt, és felfedeztük Tolna megyét szinte újra. Olyan tárgyakat hoztak, olyan létesítményeket mutattak, vittek el oda, hogy magam is megdöbbentem, hogy úristen, miért megyünk mi Svájcba, vagy miért megyünk Olaszországba a tengerpartra, amikor ha itt Tolna megyébe ezeket végigjárjuk, hosszú évtizedekig a nyári programjaink meglennének. Erre biztatok egyébként mindenkit, hogy Tolna megyei lévén nézze meg, hogy hol él, kikkel van egy fedél alatt, és milyen értékek veszik körül. Annó, amikor ezt elkezdtük, nem foglalkoztunk azzal, hogy csináljunk egy ilyen szociológiai felmérést, hogy mennyire tartják Tolna megyét különlegesnek, egyedinek, Tolna megyeinek az itt élő emberek, de azt gondolom, hogy a létszám, a résztvétel azt igazolja, hogy ez egy jó elképzelés volt. És most már egyre többen érzik azt, hogy
és hordják a mászt, hogy tornamegyeiek vagyunk. Tornamegyében van egy pozitív irányú fejlődés arra nézve, hogy az értékeket védeni és kutatni kell. Ez eredményezte azt, hogy az országban Tornamegye a legtöbb bejegyzett értékekkel rendelkező megyék sorát gazdagítja. És ez itt most nagyon látványosan észrevehető. Ezeken az alkalmakon mindig egyre többen vannak, egyre nagyobb lelkesedéssel, és ami még fontosabb, egyre több értéket felvonultatva. A sátrakba is, és a beszélgetésekbe is. Vannak megyék, ahol a klasszikus, hivatalos szisztémával csinálják, a csúcson a megye majd megüzeni, hogy mit kell csinálni, de általában ott látunk nagy sikert, ahol önkéntesek is megmozdulnak, és van ugyan értéktárbizottság, de az értéktárbizottság csak koordinál. Pedagógusokat, gyerekeket, idős embereket megmozgat, kiderít értékeket, és azután azokat segít feldolgozni. A hagyományőrzésből fakadó közösségi szellem az, amelyik összetart embercsoportokat, és utat mutat számukra az értékek felkutatásában, mondta Zsigó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Hogyha a Tolna megye 109 települését megnézzük, akkor mindegyikről egyöntetően elmondható az, hogy a hagyományőrzés, a múltnak a tisztelete, az, és a múltnak az ismerete az minden település számára nagyon fontos. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogyha itt körbenézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy mindenki elhozta azt, amire büszke lehet, az elmúlt évszázadok értékét, a hagyományainkat, és én azt gondolom, hogy ma Európában, amikor vannak olyan erők, akik folyamatosan megkérdőjelezik a keresztény hitünket, megkérdőjelezik a magyarságba vetett hitünket, és ebbe a közép-európai gondolkodásba vetett hitünket, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy támogassuk ezeket a kis közösségeket, hiszen az ő munkásságuk fogja tudni segíteni azt a fajta gondolkodást, amit jól láthatunk, amit mi is szeretnénk, hogy a következő ezer évben is megmaradhasson, hogy Magyarország Magyarország lehessen a következő évszázadokban is. Én azt gondolom, hogy ha itt körbe megyünk a kiállításon, és a kiállítókat megtekintjük, akkor megállapíthatjuk azt, hogy jó Tolna megyeinek lenni, és valóban nekünk egy Tolna megye identitással kell rendelkeznünk, és én azt gondolom, hogy aki szeretne betekintést nyerni, de még nem annyira ismeri a megyét, az itt most tulajdonképpen ilyen kis eszenciákból összerakhatja magának azt, hogy milyenek is vagyunk mi Tolna megyeiek. A Tolna megyei Értéktárbizottság döntése értelmében a Völgységi Értéktárbizottság, valamint a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium vette át az idei évi megyei értékdíjat. A tolnaikumok listáját idén a lengyeli kultúra régészeti értéke és Mattioni Eszter művészeti munkássága gazdagítja. A 93. ünnepi könyvhéten, ahogy országszerte is Szekszárdon is programsorozatokkal készültek az Illés Gyula megyei könyvtár és gyerekkönyvtár dolgozói. A felnőttek és a gyerekek is megtalálhatták a számukra legvonzóbb eseményt. Író-olvasó találkozó, felolvasások, kézműves foglalkozások és koncert is várta az érdeklődőket a könyvhéten. Koncerttel is készültek a szervezők az érdeklődőknek a 93. ünnepi könyvhét alkalmából megrendezett programsorozaton a szekszárdi Illés Gyula megyei könyvtárban. A gyermekkönyvtár szervezésében ez a nap kifejezetten a kicsikről szólt. Reggel 9 órától már kézműves foglalkozások és a Csobogó Együttes előadásában megzenésített költemények várták őket. Ez egy évek óta megrendezésre kerülő program. Itt a felnőtt könyvtár udvarán szoktunk szervezni a könyvtárba járó családok számára kulturális programot, zenészekkel, kézműves programmal, de természetesen az ünnepi könyvhét az nagyon jó alkalom, hogy írókkal találkozzanak a gyerekek. Ebben az évben Igaz Dóra és Mészői Ágnes járt egyébként nálunk a gyermekkönyvtárban, és most pedig a szórakozásé tulajdonképpen ez a mai nap. Megzenésített versekkel a Csobogó Együttes jött el hozzánk a Regélő című műsorával, illetve Kovács Gábor, muzsikus, aki hulladékból készít hangszereket, és ez egy ilyen nagyon klassz zenés program, illetve mi is kézműves tárgyat is készítettünk a könyvtár cicájához kapcsolódva, a sári cicát megörökítve egy ilyen kis cicás kézművessel készítettünk a gyerekek számára. Tehát természetesen a mi célunk az, hogy
eljöjjenek hozzánk, mindenféle programok, a különböző programokat is ezért szervezzük, tehát célunk az olvasás népszerűsítése, és természetesen a könyvtár népszerűsítése is. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12. és május 20-a között tartották meg, és azóta is ez az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat évről évre töretlen sikernek és népszerűségnek örvend országszerte. Könyvet olvasni még mindig jó dolognak számít sokak szerint. A szekszárdi felnőtt és a gyermekkönyvtár látogatottsága nem csökkent az évek során. Erről is beszélt Nemes Rita. Én azt látom, hogy nagyon nagy örömmel jönnek a kisgyerekes családok a könyvtárba. Fontosnak tartják az indulást, azt, hogy sok-sok szép könyvet adjanak a gyerekek kezébe. És hozzánk az óvodás csoportoktól kezdve az iskolás csoportok is szívesen jönnek, illetve most nyári táboros csoportok is jelentkeztek be hozzánk, úgyhogy én azt látom, hogy fontosnak tartják azt, hogy használják a könyvtárat. Mi magunk a gyerekkönyvtárosok is tartunk foglalkozásokat, és természetesen, ha lehetőségünk van rá, akkor szervezünk programokat, tehát előadásokat, kézműves programokat, de hirdetünk olvasó versenyeket is, úgyhogy igyekszünk sokféle módon megszólítani a gyerekeket. Az, hogy éppen milyen könyveket olvasnak a fiatalok, mindig változó. A régi klasszikus regények, mesék még mindig népszerűek, de az újdonságokat is szívesen kölcsönzik ki a könyvtárba járók. A legkisebbek körében most nagyon népszerű Dániel András sorozata a Kufli könyvek. Ő vele múlt héten találkozhattak is az olvasók nálunk a gyermekkönyvtárban. A főiskolával közösen szerveztünk egy író-olvasó találkozót Dániel Andrással. A régi klasszikusokat is szeretik természetesen, a Marék Veronika könyveket, például a Báglint Ágnes Mazsola könyveit, tehát ezek továbbra is népszerűek, de mindig jelentkeznek új szerzők. Hozzánk 0 éves kortól már lehet jönni, és van is egy nagyon népszerű babaklubunk, a Mazsola babaklubunk, amely a 0-3 éves korosztálynak szól, és hetente, hétfőn tartunk foglalkozásokat, és ez is olyan 10-15 gyermeket jelent minden alkalommal, plusz ugye a kísérő szülőket. És igazából nekünk nincs ilyen, hogy meddig lehet járni, akár meddig lehet hozzánk jönni, mert vannak olyan felnőttek, akik visszatérnek, mert szeretnék a gyerekkori olvasmányélményüket akár a saját gyereküknek, vagy az unokájuknak átadni, úgyhogy nincs ilyen határ. Bármennyi évesen lehet hozzánk jönni. Az idén 93. ünnepi könyvhét alkalmával Szekszárdon az író-olvasó találkozókat a Vármegyeházán tartották meg. Kiállítás nyílt a Szekszárdi Humánszolgáltatók Központ aulájában, a művészeti foglalkozásokon részt vettek munkáiból. Az alkotásokat a nehéz szociális helyzetben lévő gyermekek és hozzátartozóik készítették. Az elkészült képek az alkotó aktuális lelki állapotát vagy vágyait tükrözik. Festményeket, számítógépes grafikákat és egyéb kézműves alkotásokat tekinthettek meg a látogatók a Humánszolgáltató Központ alkotói kiállításán. Gréci Félegyházi Gyöngyvért, a Szekszárdi Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnökét nagy örömmel töltötte el, hogy ennyi művet készítettek a pályázók. Elnézve ezeket az alkotásokat, nekem az jutott először az eszembe, hogy a művészet szinonimája a leginkább a csodálat vagy a varázslat szavak lehetnének, hiszen ezek az alkotások csodák ezreit indítják útnak. Az első akkor születik, amikor a művész leül a festővászon vagy a rajzlap elé, és a külvilág megszűnik körülötte. Hogy angyalok vagy tündérik vezetik a kezét, vagy a kezében lévő ceruzát, krétát, ecsetet, azt nem tudom, de egy olyan alkotás jön létre, ami minden szemlélőben más érzetet kelt, és a nézők számától függően újabb és újabb csodát hoz létre. A legutolsó kiállításon, amit megtekintettem, egy hatalmas festményen elrejtve rátaláltam egy vitorlásra. A művész úr döbbenten hallgatta, hogy mit fedeztem fel az alkotásán, és járta körbe velem az alkotást, mert ő se tárgyat, se hajót nem ábrázolt a képen. Csak az én szemem teremtette oda azt.
kívánom a művészeknek, hogy sokszor élhessék át az alkotás örömét, és varázsoljanak tovább a vásznon és a lelkünkben is. Tolárciné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ intézmény vezetője elmondta, a kollégák lelkesedésének köszönhetően többféle foglalkozást tudtak szervezni a rászorulóknak. Egy pályázati program zárul, illetve egy pályázati programnak egy része, mert a Humán Szolgáltató Központ a Rubeus Egyesülettel most már több évre visszamenőleg pályázatot valósít meg, és ebben volt mód és lehetőség, mert Szabó Aléza, akinek az egész pályázati programnak a szakmai vezetője, kitalálta, hogy ilyen művészeti foglalkozást, illetve háztartásvezetéshez kapcsolódó foglalkozásokat szervezzünk, és erre ugye nekünk itt nagyon klassz kollégáink vannak, akik mindenféle ilyen művészi, művészeti, háztartásvezetési vénával megáldottak, éppen ezért hát kitalálta azt, hogy ilyen foglalkozások is legyenek, és ezeknek a foglalkozásoknak a keretén belül történtek a különböző alkotások, amit itt a folyosón láthatnak, és ugye ezt is kitaláltuk, hogy ennek legyen egy ilyen ünnepélyes megnyitója, hogy csináljunk akkor egy galériát. Tulajdonképpen ugye így a foglalkozások során különböző technikákkal, módszerekkel ismerkedhettek meg, és ebben mindig volt egyrészt maga az alkotás, másrészt pedig valamiféle önismeret is, hiszen saját alkotásukat, akár egy mese egy történet kapcsán ezekkel a módszerekkel kifestették, kirajzolták, és egy csomó mindent csináltuk, úgyhogy igazándiból az volt a középpontban, hogy hát egyrészt az alkotás maga, másrészt pedig az önismeret, tehát mindig volt valamiféle mögöttes szándék is a foglalkozások során. A kiállításon látássérültek által készített alkotások is megtekinthetők. Ami visszajelzés volt, meg ugye így az alkotásokból is lehetett látni, hogy nagyon örültek neki, nagyon sokat beszéltek róla, és hát egyébként majd lehet látni, hogy vannak olyanok, akik folyamatosan minden foglalkozáson részt vettek, mert hogy ugye ez nyitott volt, tehát nem volt muszáj ezen folyamatosan részt venni, de volt, aki minden foglalkozásra eljött, és minden foglalkozáson alkotott. Egyébként még, hogyha érdekes lehet, hogy maga ez az egész Rubeus program, amelynek azt a címet adtuk, hogy Napos Oldal, ugye itt a szakemberek hogyan tudnak segíteni a családoknak, gyermekeknek, és ebben nagyon sok minden volt. Tehát volt a művészeti foglalkozás, a háztartás vezetés, de volt egy játék foglalkozásunk, ami folyamatosan működött, hiszen az is, hogy egyáltalán családok hogyan tudnak egymással kommunikálni, beszélgetni, játszani, mert hogy ugye maga a játék is nagyon-nagyon összehozta a családokat, gyerekeket, testvéreket, szülőket, gyerekeket, tehát hogy ez maga az egész program azért ez komplex volt, és különböző elemei voltak, vagy részei, mint ahogy a művészeti foglalkozás is. Igazándiból bárki. Tehát, hogy nem csak gyermekek, hanem ahogy majd látni fogják, hogy felnőttek is részt vettek ezen a foglalkozáson. Volt úgy, hogy anyuka a gyermekével folyamatosan, de volt, hogy csak felnőtt, vagy ugye csak gyermek. Tehát igazándiból nincs korhatár, aki alkotni szeretne, és hajlandó ezeken részt venni, az mindenkinek lehet. Azt gondolom, hogy mindig minden lehetőséget nekünk így szociális munkásoknak vagy szociális szakembereknek ki kell használni, hogy hogyan tudunk segíteni, és hogyan tudunk egy olyan oldalt megmutatni, amivel hát megismerheti jobban önmagát bárki, kibontakozhat, és rájöhet arra, hogy éppenséggel neki van valamiben tehetsége, vagy nincs egyedül, tehát hogy a lehetőségek tárházát megmutatni. A kiállítást július 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Humán Szolgáltató Központ aulájában. Fennállásának 20. évfordulója alkalmából adott koncertet a Gallarda Kamara Kórus Szekszárdon az Újvárosi Római Katolikus Templomba. A Dalárda előadása előtt Gyurkovics János alpolgármester adta át a kórus 4 tagjának a Szekszárd városért a művészet erejével kitüntető címet a hosszú éveken át tartó zenei munkásságok elismeréseként.
A Szekszárdi Gályárda Kamara Kórus 4 tagja kapott elismerést az újvárosi római katolikus templomban megtartott jubileumi koncertjén. A Szekszárd városért a művészet erejével kitüntető címet Gyurkovics János alpolgármester adta át az énekkar tagjainak az éveken át végzett példamutató munkájukért. A kórus 2020-ban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, akkor viszont a pandémia miatt nem volt lehetőségük koncertet adni, most viszont megújult erővel álltak ki a szekszárdi közönség elé. Gyakorlatilag ebben az évadban végigpróbáltunk. Tehát már volt karácsonyi műsorunk, siógárdi műsorunk, részt vehettünk a Bárdos Fesztiválon, úgyhogy tehát teljes életet éltünk. A szokás szerint úgy válogattam össze a világirodalom műveiből, hogy a legmélyebb, legértékesebb kórusművek szerepeljenek, és lehetőleg minden korszakot felöleljen. Tehát a 21. század is szerepelni fog, és hát több évszázaddal korábbi is. Együttes 2000 szeptemberében alakult Szekszárdváros és környéke zenét kedvelő fiataljaiból. A kórus repertoárján elsősorban reneszánsz szerzőktől származó kórus muzsika található. Jelenleg az énekkar 23-25 fővel működik, de szükség lenne utánpótlásra a fiatalok részéről is. Nagyon várom azt, hogy jöjjenek majd a gyerekek, unokák. Azt szeretném én megérni, hogy ővelük együtt énekeljünk, de hát nem... Fiatalok nem nagyon, mindenki ezt mondja az országban, de nem csak Magyarországon, máshol is, hogy nincs tolongás. Talán azért, mert a fiatal generáció tagjai nem nagyon vállalják a kötöttséget. Tehát az, hogy most nekik megmondják, hogy mit kell csinálni, fegyelmezetten végigkerülni 2 órás próbákat, ez nehéz. A Szekszárd városért a művészet erejével kitüntetéseket azok a személyek kaphatják, akik Szekszárd város területén működő művészeti együttesben, csoportban több évtizedig tevékenykednek, szereplésükkel, aktív munkájukkal hozzájárultak az együttesük országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez. Nagyon-nagyon örülünk, hogy egy színvonalas produktum, egy színvonalas kórusnak az előadásán vagyunk, akik komoly szerepet vállalnak Szekszárd kulturális életében, és nemzetközileg is ismertek, és ahogy halad az idő, mindig folyamatosan új célokat tűznek ki maguk elé, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy nagyon-nagyon színvonalas előadásokkal tudják szórakoztatni a szekszárdi lakosságot. Itt gondolunk arra, hogy a Szent László nap környékén és a karácsony idején is mindig előre tervezett hangversenyeik vannak, ezen felül természetesen ahova hívják őket és ahova ütemezik a dolgaikat, ott is hely tudnak állni, és még egyszer azt tudom említeni, hogy nagyon-nagyon színvonalasak és örülünk annak, hogy most a Covid alatt természetesen, amik elmaradtak, azt próbálják behozni, és a mai napon is egy ilyen eseményen veszünk részt, bízom benne, hogy kellemesen fognak szórakozni a kedves jelenlévők. Az újvárosi római katolikus templomot szinte megtöltötte a zenekedvelő hallgatóság, akik gyönyörű dalokat hallgathattak meg a kórus előadásában. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!